Köszöntelek benneteket! A holnapi nappal kezdetét veszi az év legszeszélyesebb hónapja, illetve elindul a 89. tavi viharjelzési szezon is, erről bővebben az elérhetőségeinken olvashattok. Visszakanyarodva az időjárásra elmondható, hogy éjszaka érkezik egy újabb csapadékzóna, viszont a hétvége nagy részében már alapvetően záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított, de összességében napos, gomoly felhős időre számíthatunk majd, aztán a jövő hétre jelentősen változik majd a helyzet, és nagy területre visszatérnek az éjszakai fagyok. Ha megnézzük a hőmérséklet előrejelzést, akkor látható, hogy az éjszakai csapadékzóna is egy hideg fronthoz köthető, viszont ez korán sem lesz annyira markáns, mint az, amelyik majd hétfőre virradóan érkezik, ugyanis emögött bezúdul majd fölénk a hideg és száraz levegő. Az előttünk álló éjszaka folyamán viszont még nem kell fagyra számítani, ahogy látható is az előző éjszakához hasonló hőmérsékletek valószínűek. Az éjszaka első felében egyébként még több helyen előfordulhat, eső, záporeső néhol az ég is megdörrenhet, viszont az éjszaka második felében a csapadék tevékenység egyre inkább a déli, délkeleti, illetve keleti tájakra szorul, az ország többi részén pedig elkezd szakadozni, vékonyodni a felhőzet. Aztán holnap napközben tovább szakadozik a felhőtakaró, és általában sok napsütésre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel, elszórt jelleggel pedig kialakulhatnak záporok. A délkeleti, illetve a keleti részeken azonban tartósabban vastag maradhat a felhőtakaró, ezeken a részeken pedig délelőtt még további eső is kialakulhat. Ezt követően viszont ott is elkezd szakadozgatni a felhőzet. A front mögött északnyugatira fordul a szél, és főként itt a szélcsatornában nagy területen megélénkül, időnként erős lökések is előfordulhatnak. A csúcsértékekben lényeges változás még nem lesz, 14 és 19 fok között alakulnak majd a maximumok. Aztán vasárnap a szombati naphoz egészen hasonló időre számíthatunk, tehát a több órás napsütés mellett záporok, esetleg zivatarok alakulhatnak ki, a hőmérséklet pedig hasonló lesz. Hétfőre viszont már megérkezik a markáns hidegfront, amely mögött nem csak hideg, de száraz levegő is érkezik fölénk, így alapvetően a hőmérsékletek azok jelentősen visszaesnek, a hőérzetünkön pedig a nagy területen megerősödő, helyenként viharossá fokozódó szél sem fog túl sokat javítani. A nappali csúcsértékek azok általában 10 fok alatt alakulnak, az éjszakai órákban pedig egyre nagyobb területre visszatér majd a fagy. A következő napokban egyébként melegszik az idő, viszont jelenlegi kilátások alapján csak lassú ütemű lesz ez az enyhülés. Én ezzel most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, és további szép hetet, szép hétvégét kívánok nektek, sziasztok!